A talajbaktériumok javítják a talaj szerkezetét, újraindítják a humusz termelődését. A növényeknek így magasabb lesz a tápértékük és a terméshozamuk, valamint gyorsabban is növekednek. Ilyen laboratóriumokban állítják elő a baktérium trágyát Besterecen. A Filazonit most bővítette kapacitását, mintegy 90 millió forint GINOP támogatásból és saját erőből. Ezek a tartályok is a fejlesztés részei. Tároló kapacitásunk volt az első lépték, igazából a 210 ezer liter volt az eddigi tároló kapacitásunk, és ezt egy olyan 330 ezer literre bővítettük, valamint az egész üzemnek a hűtési rendszerét, ami az egyik nagyon fontos alapelleme, ugyanis ezeknek a mikrobiológ készítményeknek nagyon fontos, hogy hűtve legyenek tárolva, és úgy legyenek a gazdálkodók részére utána kiszállítva. Szakértők szerint a kutatás fejlesztéssel itt előállított termékek növelik a mezőgazdaság versenyképességét, és hozzájárulnak a fenntartható gazdálkodáshoz. Itt egy olyan új innovációs megoldáshoz született meg a háttér üzem, hogyha úgy tetszik, ami közvetlenül a gazdálkodókat tudja segíteni a mindennapi életük során azzal, hogy azokat a talajbaktériumokat, baktériumtrágyákat, hát nem valójában nem trágyáról van szó, de hát a köznapi értelemben ezt trágyának hívjuk, baktériumtrágyákat, amelyek a talaj termékenységét tudják javítani, a talaj állapotát tudják javítani, a termőföld állapotát tudják javítani, azokat megfelelő minőségi keretek között lehet előállítani, és ezzel erősíteni a fenntartható gazdálkodás szemléletét Magyarországon. A beruházás ünnepélyes átadásán jelen volt Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára is, aki azt hangsúlyozta, az ilyen típusú fejlesztések a gazdák érdekeit szolgálják. Annak örülök, hogy itt egy magyar cég, magyar termékéről beszélünk, amely ebben tud segíteni a magyar szántóföldi növénytermesztés és általában a magyar mezőgazdasági szereplők számára. És öröm az, hogy egy olyan innovatív termékről beszélünk, amely tényleg tudáson, kutatásfejlesztésen alapszik, és amely lényegében egy jóval magasabb hozzáadott értéket jelent, különösen ebben a régióban. A rendezvényen elhangzott, a termelők részéről egyre nagyobb az igény az új módszerek és termékek használatára, amelyek nem csak a mennyiség, a minőség irányába vezetik a hazai mezőgazdasági tevékenységet.